Üdvözlök mindenkit itt a Big Game. Én Tamás vagyok, és itt van velem Ábel. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. És itt vagyunk újra a Hungry Life roleplay-en. Yeah! Na emberek, elvileg jött megint egy nagy update, szóval update-ről update-be ugrunk egyébként. Úgyhogy ezt is meg fogjuk nézni. Elég érdekes dolgok jöttek be, fogalmazzunk úgy, hogy rengeteg új autó jött be, de nem akármilyen autók, szóval elektromos autók, illetve rengeteg elektromos hálózat, töltő, meg mit tudom én, úgyhogy mindent meg fogjuk nézni. Lesz egy Teslánk, szóval azt mondom, hogy Tesla Model 3-as, de nem biztos, majd kiderül, azt majd leteszteljük, viszont előtte megnézzük a karácsonyi díszítést, ami a Mollóra került be. Meg a porgattyút! És van egy pörgetjük, ezt megpörgetjük, ugye ez fontos, hát azért nyerünk valami epic cuccot, illetve ott majd még elmondom, hogy mit érdemes tudni erről a karácsonyi témáról, úgyhogy góda. Emberek? Mi a? Így jöttünk, ez valami robban van. Mi az? Helikopter! Ott robban. What mi a fene? Fuck? Boom. Mi a rák van? Na emberek, hát akkor elvileg itt vagyunk. Nézzük a karácsonyi díszítést. Elvileg lesz egy karácsonyfa, az ott is van. Na most elvileg már bekerült az az event, hogy ilyen karácsonyi ládákat kell keresni. Ugye ez volt a tökösnél, és azt hiszem, hogy ilyen ládák ugye szétszorva. Hát itt van egy nagy karácsonyfa. És egyébként ezzel ott lesznek majd ajándékok tudtommal. Vagy nem is lehet, hogy az a karácsonyfalat lesznek az ajándékok, de mindegy. Valamelyik karácsonyfalat lesznek ott ajándékok. Ott vannak. Amiket ki lehet nyitni, de tudtam, azt még nincsen. Ó, itt a Mikulás. Micsoda? Kajak. Mi az Isten? Lehet, hogy van? Nem csak egy ide van rakva. Lol. Na mindegy. Lehet, hogy már lehet ajándékot? Nem, még nem elvég, az még nem. De lesz ilyen elvileg. Hogy így playerek ajándékot tudnak kinyitni. Ja. Rép. Egészségkártya? Na, ez mondjuk nem rossz. Vagy a macséte. Karácsonyi ajándéknak. Na, jó lesz neked is a macséte. Biztos, hogy nem. Könygáz. Könygáz. Bőven jó. Gyerekek, egy kis könygáz. Nézzétek, ami itt van, ez a Honda. Ez is egy elektromos autó, nemrég került. Hát most került be, ugye az új update-tel. Ebből 600 darab van, amit így meg lehet venni pénzért, úgyhogy limites, úgyhogy nem tudom, van-e még. Ha még van, akkor hajrá, hajrá, egyébként nem olyan drága elvileg, szóval. Ugye az nem is néz ki rosszul ez a Honda. Közben még új itemek is kerültek be, amik így érdekesek lehetnek. Először is nyilván van névcédula, ilyet már ugye láthattunk, de próbáljuk ki azért. Add meg a tárgy nevét, mit tudom én, Bégame. Na és ez hogy működik? Előbb ragj be egy itemet, hogy be kell rakni, akkor legyen meg ez a sisak. LOL, és akkor be kell rakni, elnevezett B-game. Jó. Ennyi. Démon egy B-game maszk. Jó, és elvileg nice. Kulcstartó. Most mire a kulcstartó? Kulcsot be lehet rakni? Hogy működik ez? Na jó, ez nagyon kemény. És akkor ide berakom. LOL. De ez mondjuk rohadt hasznos, tehát ugye tudjuk, hogy meg tudnak telni ezek az inventorik kulcssal, hogyha már valakinek olyan sok autója van, és ez a kulcstartó, ez kurva jó. Tehát a kicsi kulcstartóra 3 kulcsot fel tudsz rakni. Értve van nagy kulcstartó, és gondolom abban még többet. És akkor szépen beleraktuk, ott vannak bent a kulcsok. Ez mondjuk elég jó cucc. Emberek közben kicsit összezúzódott az autónk, úgyhogy el fog nézni szerelőtelepre. Ugyanis kerültek be a szerelőkhöz új dolgok, olajcsere, nem mindegy milyen olajat rakunk az autóba. Ilyen emelvény is elvileg, úgyhogy el fog menni szervezőhöz, megnézzük. Illetve amit itt néztem, hogy itt nem tudom, ez most jött be, hogy így látjuk egy ilyen vonatot, ahogy így megy. Konkrétan, ez mi amúgy? Nagyon kemény. Ilyen metró, vagy nem tudom. Lényeg a lényeg, szerelőtelep az dokkoknál van. Szerinted? Ha szerelőtelep, jó. Akkor dokkok. Milyen hangja volt az autónak? Nem voltunk még soká visszatelepen, nekem most esik le amúgy. Nem tudom milyen emelvény van, meg ilyenek.
Hello. Teljes szerelés kéne, meg olajcsere is. Na nézzük, olajcsere. Nem tudom, hogy működik. Tehát a szerelő megcsinálja mindent? Tehát vesz hozzá olajat is, meg minden? Hát gondolom. Pillanatot kérem. Hát nem lesz azért rohadt drága. 13.900 dollár per pay. 138, 13.900. Na mindjárt, akkor lehú. Na nézzük. Aha. Amik ez jó, hogy itt a CP, nem kell fél kilométerre elsétálni a szerelőnek amúgy. Hát igen. Szóval is érveszek kíváncsi, ezt most hogy csinálja meg? Hozza a kocsit rámpás boxba. Na erre kíváncsi leszek, Mori. Legközelebb az ATM-hez. Na nézzük. Tele van. Na beállítja a Tesla mögé. Amúgy ezt adom. Még lehet nem kell ráállni az öcskösre. És egy kicsit félreállunk. Milyen élet van itt a szerelőtelepen? Ja. Ide jönnek szereltetni, mert nem csillagászatik az árak. Ott vesznek kaját amúgy vajon, vagy mi? Gondolom. Automatában. Valami mindjárt kipróbálom is. Basszus, itt minden van nekik. ATM, hát itt UKA, NPC, kaja NPC. Itt ilyenrel dolgoznék amúgy. Ilyen, ki se kell mozdulni. Oda mehet. Ó. Itt van akkor a hely. Na nézzük. Ráállunk. Gondolom így elég. Szerintem szájmos ki amúgy már. LOL! Oh. Magas! Felemel téged? Mi a szar? Amik ez jól néz ki amúgy. Ez kemény. Szóval... Anyu! Te kis beszikvézzel adott fel. LOL! Ne szívas! Nézd már! És kiereszti abba az olajat, ugye a fáradt olajat. Beszarok gyerek. Hát ez ki. És még van rá animáció is, hogy az olaj kijön. Ez LOL. Nagy. Ez amúgy komoly. Az jól meg van csinálva. Tényleg így szokták csinálni amúgy? Így. Kieresztik az olajat. Ilyen kis edénybe vagy valamibe. Arra kérdés, hogy tölti be. Az is meg van olyan csinálva. Jó, leeresztette. Elviszi. Igen, és most? Leereszti. Ha most betölti a motortérbe. Vagy motortérnél, ugye. Az olajat gondolom. Igen. Erre lesz olyan valami? Az olaj lefog. Igen, feltölti a motorját. Ja, nincs erre, nincsen. Ja, közben kaptam. Igen, jön a Tesla. Tehát megveszik a Teslát, ezt azért kaptuk. Na jó van, olajcsere, meg volt minden. Ja, mondom vagyok, hogy akkor most vegyük meg a Teslát, gyerekek. Ugyanis megkaptuk rá a PP-t, ki tudjuk próbálni. Egyébként valószínűleg ezt majd ki fogjuk összetek majd sorsolni. Úgyhogy... Ja, itt kell kimenni, bocsánatot kérek. Úgyhogy vegyünk egy Teslát. Emberek közben egy olyan határhoz is egyébként új határ is van. Ez fontos megemlíteni, így néz ki. Hát szerintem sokkal jobban néz ki, mint az előző. Most hogy megyünk át? Ja, enter. Oké. Okay. Most az mondja a rendőrök, azok mindent látnak. Tehát látják, hogy hányan ülünk az autóba, körözött a jármű, egy csomó információt kapnak, mikor átmegyünk a határon, ezt tudom, tehát ezt mondták. Úgyhogy nagyon veszélyes az átmenni a határon, főleg, hogyha rosszban sántikáltok. Jézusom! Bár én a határnál mi ezt elfoghatom, ide? Ami ezt illeti. LOL. Eszmerá... Itt mi van? Toilet. Na várj, ez micsoda? Ez a néni, aki veszi a pénzt a WC-re, vagy mi? Lehet. What the fuck? Ja, ott van előtte az a kis izés táblácska. Isten. Pay toilet 5 cent. Jó. Coin dropping slot turn round. Egyébként itt a faszán bekerült egy kis benzinkút, meg ugye töltőállomások. Ja. Na mindegy, lényeg, azért jövünk SF-be, mert ott tudunk Teslát venni, úgyhogy let's go. Itt van a Tesla szalon. Nézzük. Elsejjel, hogy jól néz ki? Tesla. Elon Musk büszke lenne. Na nézzük. Hát akkor let's go. Na most nem tudom, melyiket vegyük meg.
Szóval. Hát milyenek vannak? Ez 20.000 HP, Tesla Model 3, Tesla Model X. Ez ilyen kicsit ilyen suvos. Tesla Model S. Fú, nem tudom. Hát ez a három van, tehát Tesla Model 3, Tesla Model X és Tesla Model S. Na most... Fú, nem tudom melyiket vegyük meg. Szerintem akkor az S-et. Ja, az S néz ki a legjobban, meg annak a legkisebb a limit. Na jó, gyerekek, akkor let's go. Jó, megvettem. Meg a leggyorsabb. Jó van. Na, majd beindítom neked az Audit. Vagy be tudod intani hozzá kulcs? Nincs. Akkor várjál. De... Nem tudom. Aha. Akkor... Ilyen elkenve, ilyen fehér a... Izén a... Nem? Nekem teljesen fehér az egész autó, normálisan. Na mindegy. De nem az autó, az út. Ilyen elkenve fehér, mint ami már jártak. Hát, ja, havas. Jajajaj. Na várjál, per FP. Nézzük, hát az igen! Az izé van berakva. Térképnek GPS-re, izé. San Andreas map, nagyon kemény. What? Lord. Run Tesla, run. Jó, hát jól megvan csinálva a belseje. De lényegében, ami nagyon érdekel, az, hogy most szépen kiúzatjuk. Szerintem felmegyek az autópályára. Úristen. Há, én is ott szoktam visszamenni, menni mindig. Hát a hangja az egyáltalán nincs. Na nézzük. 3, 2, 1. Amúgy tényleg menő, meg van csinálva. Tényleg kicsit olyan, mint ilyenrel. Mit megy? Hát 220, 230, 240, 253, 254 alapon. Hát lehet tudni, hogy elvileg. Azt hogy? Na jó, akkor én nem értem a izét, amit a... Hogy hívják, beírnak ki. Nem, az sosem írja jól amúgy, vagy nem tudom, ezt tegni. Mindegyiknél eddig kevesebb volt. Ennél 250-et írtak a tiédnél. Totári. És akkor, na, mindegy. Ja igen. És ugye itt nem benzincsík van, hanem ott látjátok, hogy 93%-on van az aksi. Becsült hatótáv. Há... Úristen, mi ez a szaggatás? Van, így töltődik. 92%-on van az aksi, és 363 km hatótávunk van még. Becsült hatótáv. Úgyhogy amúgy full reálisan van csinálni, úgyhogy tölt, minden, menjünk, kipróbáljuk a töltőket is. Ezek van supercharger, meg van ilyen sima töltő. Nyilván, mondom, olcsóbb a sima. Viszont lassabb, nem tudom, hogy hogy működik, mindjárt kipróbáljuk. Na várjál, nézzük meg, hogy a Teslában milyen tuningokat lehet rakni, már ha lehet, nem tudom. Most kiderül. Lehet, hogy nem lehet, én nem tudom. Mi a tuningolás? Angolul? Tuning. Na nézzük! Kell... Várj, most tuningolok. Teljesítmény, tuning, motor. Hát jó. Érdekes. Nincs elég pénzed a vásárláshoz. Ja? Jó, hát lehet szerintem. Ja, vettem bele egy chipet. Jó, megvettük a hármas chipet, de most nem... Meghajtás. Összkevék. Nincs elég pénz. Jó, mindegy, igazából optikai tuning. Kerék tuning az van. Hoppá, hát kereket azt lehet, de én amondom, hogy hagyjuk alapon. Mindig én jobban szeretem, hogy alapon hagyjuk. Illetve fényezés. Matica. Anyád! Jó, vannak maticák. Jó, egy maticát árakunk. Uff. Na ez mondjuk kemény. Szerintem ezt fogom rárakni. Jó, ötös. Nem tudom, ezeket nagyon megtetszett, rárakjuk. Extrák, neon, neon. Nikola Tesla, lol! Ez mekkora matrica amúgy. Ez nagyon jó. Ennyi gyerekek. Na, nagyon jó matricát ráraktunk szerintem. Nekem nagyon tetszik. Lol, nagyon kemény amúgy. Lol, amúgy ez rá... Na jó, ez jól néz ki azért. Ha nézzük, itt van elvileg töltő. Ionity... Nem tudom, hogy működik ez. Tehát gőzöm sincs. Ide állunk, aztán kipróbáljuk még. A Tesla töltő.
Igen. Pedig ott látjátok, zölden kivilágít, igen. Rá kell kattintani? Rá kell kattintani! Jelenlegi töltés 80%, 83%. Jó, turbo mód. Szeretnéd bekapcsolni a turbo módot? Ez plusz költségekkel jár, nem lehet kikapcsolni, igen. Aha. Gyors töltünk, srácok. Hát ez mekkora? És kajak, és közben így akkor elmehetsz, meg iszogathatsz, mint IRL. 90%. Ezt felnyomjuk 100%-ra. Na, feltöltött, ilyenkor mi van vajon? Ha csak rákadnétok, és magától kifizette. Sikesen feltöltött a Tesla Model S típusú jelmű, de töltés ára $248, blablabla. Jó. Na jó van. Ez menő amúgy. És az Ionitic, az vajon lassabb, vagy gyorsabb, vagy hát ezt nem tudom. Igazából sem próbáljuk ki. Elviszük garázshoz, most még kiúzatom 4 sávoson. Hogy nem tudom, hogy esetleg most gyorsabb az autó, vagy nem tudom, itt a chiptől, azt még letesztelem, osztálja. Nézzük itt is, teszteljük le. 3, 2, 1. Ja, most sokkal lassabb, hogy beszálltál, vágod? Mi a WTF? Kajak. Ja, mi most nagyon lassú. Szerintem most el sem fogjuk vagy hát elérjük. Csak lassabban. Ja, ugyanannyival megy, de talán gyorsabban gyorsul a chiptuning miatt, vagy nem tudom. Na mindegy. Emberek. Szerintem ennyi volt már ez a rész. Nagyjából úgy megnéztük az update-et. Egyébként van még pár dolog, tehát rengeteg minden van még, úgyhogy gyertek fel, azt nézzétek meg. Illetve changelogot ugye meg tudjátok nézni. De ezek a főbb dolgok, amik bekerültek. Főleg ez az elektromos autók, meg töltőállazat, ami nagyon durva szerintem. Úgyhogy, hát igen. Ja. Úgyhogy legközelebb érkezünk. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjátok egy lájkot, és várjátok a többi részeket. Úgyhogy szevasztok! Sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.